Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és én is örülök, hogy itt lehetek. Hogyan indult a 2023-as év a Dériné életében? Nagyon mozgalmasan indult el az évünk. Ugye januárban megtörtént a Magyar Kultúra Napjáról való megemlékezésünk, illetve februárban volt nagyobb eseményként a kolbászízesítő versenyünk, ami eléggé sikeresen valósult meg. Pontosan kapcsolódik a kérdés, hogy mi ezekről a visszajelzés nyilván rengeteg embert mozgattak meg. Így van, nagyon sok ember munkája kellett ahhoz, hogy ezek a rendezvények megvalósuljanak, illetve nagyon sokan vettek részt ezeken a rendezvényeinken. Pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami nagyon nagy öröm számunkra, hiszen ez azt jelenti, hogy érdemes volt dolgozni ezekért a rendezvényekért. Melyek voltak szervezés, illetőleg vannak szervezés alatt azok a programok, amelyek most zajlanak ezekben a hetekben, illetőleg a közeljövő eseményeiről is beszélgessünk. Igen, a március is egy elég mozgalmas hónapunk volt. Az elmúlt napokban szerveződött meg az Olvastad Már prózamondó verseny, melyet az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak szerveztünk meg, és nagyon szép számban jelentkeztek a tanulók, és gyönyörű eredményeket értek el. Az április is tele lesz programokkal, hiszen a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett a szakkör programhoz, amelynek a célja elsődlegesen az, hogy a kis közösségeket újraélessze városunkban, és két szakkörbe indítására, illetve tovább folytatására kaptunk lehetőséget. Mind a két szakkört szakképzett szakkörvezetők végzik, akik 70 órás tanfolyamot végeztek el, így további lehetőséget kapott a Kun Rózsa csipkeverő szakkörünk, akik az aszakkör program keretében rengeteg eszközt, anyagot kaptak, hogy minél színesebbé tudják tenni az éves munkatervüket, illetve a munkáikat, valamint február végén kaptuk meg a Quilling szakkörhöz az eszközeinket, amelyet a napokban fogunk beindítani, ez pedig Gulyás Hédi kolléganőm fogja vezetni. A Quilling az egy papír csíkokból készült alkotásokat jelent, foglal magában, kis vékony papírcsíkokat speciális eszköz segítségével fognak feltekergetni a résztvevők a szakkörben, és ebből fognak különböző alkotásokat készíteni. Kicsit olyan, mint az origami akkor hajaz rá. Igen, egy picit hajaz rá, de ez egy más technika, és mind a két programhoz kapcsolódóan kiállítást szervezünk majd. Áprilisban lesz még megszervezve a Csigabiga mesemondó verseny április 18-19-20-án, meddig ér a Rigófügy tavaszi meséket várunk a résztvevőktől. Ez ugye az óvodásoknak, illetve az általános iskola alsó tagozatos gyermekeinek fog megrendezésre kerülni. Az áprilisunk ilyen mozgalmas lesz, és akkor májusban pedig folytatjuk majd tovább a programjainkkal, hiszen itt van előttünk május 1-e, illetve készülünk a családi napra is. Melyek azok a nagy ívű programok, amelyek megrendezésre kerülnek városunkban? Májusban két nagy programunk is lesz, a május 1-e, ugye az előbb is említettem. Ez egy huszár találkozóval, illetve egy pásztor találkozóval összekötött május 1-i program lesz kint a Zuglógerben. A programja eléggé színes, Ceglédről, Üllőről és Jászberényből fognak érkezni huszárok hozzánk, akik a karcagi Kovács Mihály huszárbandérium tagjaival, valamint a Pusztai Róka Hagyományőrző Nomád Egyesület tagjaival fognak találkozni, és ők fognak színes bemutatókat, felvonulást, különböző programokat tartani az kilátogató vendégek számára, valamint a Gazdakör is csatlakozik ehhez a programhoz egy pásztor találkozóval, ők szakmai előadásokat fognak kint tartani, pásztorkutya bemutató lesz, és természetesen lesznek fellépőink is a színpadon. Ez egy új kezdeményezés akkor, amely eddig nem volt. Volt már Karcagon huszár találkozó, de ez most egy pályázati program keretében fog megvalósulni,
és bízunk benne, hogy hagyományt fogunk tudni ebből teremteni. Próbáljuk a programokat színesíteni a néptánc csoportjaink fellépéseivel, valamint meghívtuk az Agyagbandát, és a Laci Betyár is itt lesz velünk ezen a napon. És el is érkeztünk a júniushoz, ami hát egy országosan, sőt, országhatáron túl ismert programmal zárul június hava, a Birkafőző Fesztiválról. Mit lehet tudni elöljáróban a részleteiről? A Birkafőző Fesztivál idén június 23-24-én fog megszerveződni. A hagyományokhoz híven kétnapos rendezvényünk lesz. Zajlanak az egyeztetések a programokkal kapcsolatosan. Igyekszünk minél színesebb programokat összeállítani, és olyan fellépőket hívni meg most a Birkafőző Fesztiválra, amely minden korosztály számára elérhető, és szórakoztató lesz mindenkinek, bízunk benne. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és várjuk vissza majd a különböző események projektjének bemutatása kapcsán. Én köszönöm a meghívást, és bármikor szívesen jövök.